Balatonból az Aszály a valaha mért legalacsonyabb vízállást regisztrálták Csengernél a Szamoson. Ég a tarló, folyamatosan oltják a szabadtéri tüzeket a megyei lánglovagok. Film a gitárosról, a nyíregyházi Rák Zoltán alakítja majd Radics Bélát a készülő alkotásban. A Szamos folyón történetének eddigi legkisebb vízszintjét mérték múlt szombaton a vízügyi szakemberek, 12 cm-rel alacsonyabb volt az érték, mint a korábbi rekord. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területén jelenleg másodfokú aszályvédekezési készültség van érvényben, a rendkívüli szárazság miatt több területen öntözési korlátozásokat vezettek be. Negatív rekord a Szamoson. Jól látszik, extrém alacsony a vízszint a folyón. Ezeket a fotókat a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság készítette Csengernél. Múlt szombaton mínusz 143 cm-es vízállás alakult ki a Szamosnak ezen a szakaszán, ami 12 cm-rel alacsonyabb, mint a valaha mért legkisebb vízszint. A Tiszán is nagyon alacsony a vízállás, 25-40 cm-es közelségben vannak a legkisebb vízszintek. Magától érthetődő, hogy nem tudunk vizet kivenni a folyókból, tehát nem lehet jelentős vízpótlást eszközölni. Most jelenleg a kis vízszint rögzítés rendelt el az Országos Vízügyi Főigazgatóság országos műszaki irányító törzse, tehát azt jelenti, hogy dokumentáljuk ezeket a kis vízszinteket, felmérjük a Tiszát, lerögzítjük, illetve vízhozam méréseket végzünk az operatív vízhozamok meghatározása érdekében. Mert ugye a vízhozamok is jelentősen lecsökkentek, tehát egy 20-30 köbméter a beérkező vízhozam az országban, mind a Tiszán, mind a Szamoson. Ezért nagyon oda kell figyelni a vízkiadagolásokra, hogy az öntözővíz igények kielégítése összhangban maradjon a vízkormányzással, tehát magyarán a folyóink vízszintje megmaradjon. Hazánkban egy több mint 100 állomásos aszálymonitoring rendszer működik, ebből 9 állomáson a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területére végeznek előrejelzéseket. A térségben a rendkívüli szárazság miatt másodfokú aszályvédekezési készültség van érvényben. Nem lehet minden vízigényt kielégíteni, illetve hát nem is tudunk, mert egyszerűen nincs víz a csatornákba, kiszáradnak, és lehetetlen a vízigényeket kielégíteni. Természetesen, ahol lehetséges, ezt megtesszük, a Mária-Pulcsi főfolyás térségében vannak öntözések, illetve vizet visszatartunk, ahol lehetséges, illetve a tározóinkat igyekszünk feltölteni. Tehát jelenleg a tározó feltöltöttség egy olyan 50% körüli, tehát mintegy 15 millió köbméter vizet visszatartunk, de hát vannak teljesen száraz tározóink, tehát a Rohodi, Pazarnyi, Szamosmenti tározók sajnos teljesen szárazak. A rendkívüli szárazság miatt a talajvízszintek is extrém alacsonyak. A Nyírségben például jelenleg közel 2 méterrel alacsonyabb a korábbi évekhez viszonyítva. A szakemberek ezért olyan nagy volumenű beruházást terveznek, melynek köszönhetően a talajvízszintek emelkedhetnek a Nyírségben. A vízpótlást a Tiszából tervezik megoldani. Ahhoz azonban, hogy az aszályhelyzet és az ezáltal kialakult öntözési problémák megoldódjanak, nagyobb csapadékmennyiségre lenne szükség. Idén eddig az átlagnak kevesebb, mint a fele esett a térségben. A hetek óta tartó szárazság nem csak a megye folyóit terheli meg, folyamatosan küzdenek a tűzoltók is a szabadtéri tüzekkel. Speciális páncélozott jármű is segíti a lánglovagok munkáját, amelyet idén már többször is bevetettek a szakemberek. A szabadtéri tüzek kétharmada, közel 1200 eset Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében keletkezett. Ezeket a döbbenetes felvételeket a Hortobágyi Nemzeti Park tette közzé. Bár a képek sokkolóak, a leégett területen kimutatható természetvédelmi értékek pusztulása a rendelkezésre álló adatok alapján szerencsére minimális. Sőt, a park igazgatósága úgy fogalmazott, a természetben nincs kár haszon nélkül. A tüzek kialakulása során élőhelyüket vesztett vagy legyengült sáskákat és mezei pockokat fogyasztó, fokozottan védett fajok is megjelentek azóta. 25-30 fehér gólya, 4 hambas réti héja, egy-egy parlagisas, kerecsen súlyon pusztai ölyv és számos más madárfaj táplálkozik a helyszínen. A környéken dolgozó pásztorokat azonban nagy kár érte. Az élénk szeles időjárásban a lángok nagyon gyorsan terjedtek, 265 hektár felületet emésztettek fel. A tűz július 7-én keletkezett és a szakszerű gondos beavatkozás ellenére is csak 14-ére hárult el a közvetlen veszély. Ebben ez a kocsi is szerepet játszott, amelyből mindössze 3 van az országban, Székesfehérváron, Szegeden és Nyíregyházán.
A dupla fülkéspáncélozott jármű speciális oltástechnikai elemekkel is rendelkezik, így például orrmonitor, önoltó képesség, valamint ultramagas nyomású berendezést teszi erősebbé. Ez a Commodore S3-as típusú jármű, ez országos riasztású, mindenféle terepen jól tud mozogni, és jelentős mennyiségű 7000 liter visszaállítására is alkalmas, és a Hortobágyon szükség volt ezen erőeszköz bevezetésére. De más esetekben is szükség volt már a páncélozott járműre és a szabolcsi tűzoltó egységekre. A hatalmas szárazság miatt ugyanis országosan, különösen a keleti régióban pusztítanak a szabadtéri tüzek. Július 27-ig ebben az esztendőben 1571 tűzesemény történt, és ebből több mint a kétharmada, közel 1200 szabadtéri tűz következett be a megyében, és körülbelül most július végén, augusztus végi, szeptember elejé állapotokkal tudunk találkozni a környezetünkben, a természetben, hiszen annyira csapadékszegény, annyira asszályos az időjárás, hogy a növényzet a nedvességének jelentős tartalmát már elveszítette, nagyon nagy a száraz vegetációs mennyiség, nyilván ez előfeltétele is, illetve kedvez annak, hogy ha kialakul egy tűz, akkor az minél gyorsabban tud terjedni, tovább terjedni, és minél nagyobb lesz a égő tűzfelület. Hétfőn is akadt dolguk a tűzoltóknak. Nagyecseden 200 méter hosszúságban égett a vasúti töltés mellett a száraz fű, amelyet a Mátészalkai hivatásos és a nagyecsedi önkéntes tűzoltók oltottak el gyors sugarakkal és kéziszerszámokkal. Tiszabercelen 200, Baktalórendházán és Nyírkáltán 500, Nyíregyházán 1000 négyzetméteren kapott lángra a vegetáció. Nyírmadánál 5 hektáron égett foltokban erdő ajnövényzete. A beavatkozó kézi szerszámokkal, puttonyfecskendőkkel és gyors sugarakkal számolták fel a tűzeseteket. Nincs járványhelyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, de a kórházak felkészültek a betegek kezelésére. Részleges látogatási tilalmat csak a Nyíregyházi intézmény COVID részlegén kellett bevezetni, mondta 35 perc című műsorunkban dr. Szűcs Attila főigazgató helyettes. A szakember hozzátette, a korábbi időszakkal ellentétben most nem a vírus okoz súlyos egészségi problémát a fertőzötteknek, hanem az alapbetegségük. Beteget hoztak a József András kórházba a járvány időszakában. Akkor az egész intézmény területén látogatási tilalom volt. Jelenleg csak a COVID részlegen van részleges tilalom, de ott is biztosítják a hozzátartozóknak a látogatás lehetőségét, mondta a 35 perc című műsorunkban dr. Szűcs Attila, az intézmény főigazgató helyettese. Nagyrészt visszaálltunk a békeidőbeli ellátásra, még néhány osztályunk van, amely nem kezdte meg ismét a működését. Mindig követjük a legújabb NNK elveket, természetesen ezek alapján szervezzük meg mi is a mindennapi ellátást. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a legújabb utasítások alapján minden intézménynek magának kell gondoskodni a COVID-pozitív és vagy COVID-gyanús betegek ellátásáról. Mivel mi egy óriási integrált intézmény vagyunk, nyilván itt a mozgásterünk is más. Jelenleg azt követjük, hogy a Mátészalkai, Fehérgyarmati, Vásárosnaményei fekvőbeteg telephelyeinken elküldettünk kórtermeket a COVID-betegek ellátására. Nyíregyházán továbbra is fenntartunk egy speciális COVID-infektológiai osztályt és egy 8 ágyos COVID-intenzív részleget a súlyos állapotú COVID-betegek kezelésére. A főorvos hozzátette, jelenleg ugyan van fertőzött betegük, de a korábbi időszakokkal ellentétben most nem a vírus jelent igazán veszélyt rájuk, hanem az alapbetegségük. Hál' Istennek jó hír, hogy az emelkedő esetszámok ellenére nem látunk nagyon sok súlyos beteget. Illetve a pozitív eseteknél is azt észleljük, hogy a pozitív esetek többségében immár nem a COVID tünetek, légúti tünetek, tüdőelváltozások dominálnak, hanem nagyon gyakran súlyos meglévő alapbetegségekre rakódik rá ez a SARS-CoV-2 pozitivitás, és nagyon gyakran csak egy szűrés vagy egy mellékleletként jön elő. A jelenleg kórházban kezelt betegeink 80-85%-a az alapbetegség miatt igényel kórházi ellátást. Ez eleve van valami súlyos probléma, így és van, súlyos kiderül, szív, vese, máj, bármilyen betegsége, és így derül ki a mellette ez a pozitivitás is. Az orvosigazgató elmondta azt is, hogy július közepén dr. Szondi Zita korábbi főigazgatót országos vezetővé nevezték ki,
így most helyettesként ő irányítja a megyei intézményt. Nagy örömünkre szolgált, hogy július 15-i hatállyal Orbán Viktor miniszterelnök úr országos kórház főigazgató helyettesé nevezte ki dr. Szondi Zita főigazgatónkat. Nyilván ez egy nagy büszkeség főigazgatónő számára, de mindannyiunk számára, hiszen ez a kinevezés elismerte az ő munkáját, de elismerte itt az intézményben, a megyében zajló munkát is, mert ez a modell, ez az integrált működés, ami Szabolcs megyében megvalósult, ez lesz az országos modell, ez e mentén fognak megtörténni az átalakulások. Az intézmény működik tovább, az intézmény menedzsmentjének a tagjai a helyünkön vannak, tesszük a dolgokat, hiszen minden ügyben eddig is közösen döntöttünk, képbe voltunk, megbeszéltük a dolgokat, és a működési rendünknek megfelelően jelenleg, mint orvosigazgató, mint főigazgató helyettes, ellátom a főigazgatói funkciókat is. A beszélgetésben szóba esett arról is, hogy ebben az évben a Családbarát Kórház kitüntető címet is megkapta a megyei kórház. Jelentkezett nálunk. Életrajzi film készül a 70-es, 80-as évek legendás magyar gitárosáról, Radics Béláról. A zenészt a Móricz Zsigmond Színház művésze Rák Zoltán alakítja majd. A filmben feltűnik majd Rutka Róbert, Mátyás Attila, Rudán Zsó is. Radics Béla szüleit pedig Trill Zsolt és Zsurs Kati alakítja majd. A kulissza titkokról Rák Zoltánt kérdeztük. Maradj otthon, nézzél tévét, tök sötét vonatokat mutat minden csatorna. Ennek a karantén videónak köszönheti, hogy a film alkotói rátaláltak. Mesélte el kameránknak Rák Zoltán, a Móricz Zsigmond Színház művésze, aki a Radics Béláról készült, hamarosan a mozikba kerülő film főszereplőjét alakítja. Valahogy az interneten ez fennmaradt, és olyan típusú embereket kerestek, akik egy kicsit azért tudnak gitározni, vagy nem esik ki a kezükből teljesen a gitár, hogyha csinálnak totál felvételeket, akkor látszódjon valamennyi kis rutin egyrészt, és hogy korban megfelelő legyen. Azt mondták, hogy ez nagyon kevés ilyen ember van, aki, én pont 36 éves vagyok, mindjárt 37, mint a Radics Béla, sajnos 36 évesen meghalt, és nagyon kevés ilyen ember van, aki kicsit tud gitározni, és kb. Korban. És színész. A tragikusan fiatalon elhunyt Radics Béla életéről először forgatnak játékfilmet, noha személye idővel egyé vált a korabeli rendszer elleni lázadással, és emellett nem csak a magyar Jimi Hendrixként, de minden idők legnagyobb magyar gitárosaként emlékeznek rá vissza azok, akik élőben láthatták és hallhatták játékát, vagy épp együtt állhattak vele színpadra. Eleinte ez úgy indult, hogy ez egy angol száz dokumentumfilm, játékfilm elemekkel. Na most a játékfilm elemek, azok meglódultak, és nagyrészt játékfilm lesz a filmből, tehát 80% most már a játékfilmes elem, és 20% a dokumentumfilmes. Benne hagyták a forgatókönyvből ezeket a részeket, amik alapvetően dokumentumfilmnek indulnak, amikor a régiek beszélnek Radics Béláról, vagy például van egy jelent, amikor Csernus Imre bejön a képbe, beszél erről az egész addikcióról, hogy ez micsoda, meg több barát, akik még élnek, vagy zenésztársak. De általában ez úgy néz ki, hogy ezek a zenésztársak, ezek mint szereplőként vesznek részt a filmben. Hrutka Róbert, Mátyás Attila, Rudán Zsó, Vörös István, Vilmányi Gábor, Tiszai Vivien és még számos ismert és fiatal muzsikus vett részt a forgatáson. Radics Béla szüleinek szerepében Zsurs Katit és Trill Zsoltot láthatja a közönség, sőt egy rövid jelenet erejéig még Csernus Imre, sőt Michel Vájd is szerepel a mozivásznon. A zenés életrajzi filmet Klacsán Gábor rendezte, akinek jobb keze az aranyszem díjas Grácz Márk operatőr volt. Rák Zoltán azt mondta, az eredeti terv az volt, hogy Radics Béla összes valaha volt és máig élő régi zenésztársát szerepeltessék a filmben, amelynek üzenete a színművész szerint egyértelműen az, hogy jobban kell vigyáznunk a nagyjainkra. Nagyon szomorú az, hogy elmúlt egy ekkora tehetség, és hogy nem kapta meg tulajdonképpen azt a lehetőséget, amit megérdemelt volna mind az akkori időnek a árnyékaiban, ugye nem teljesedhetett ki, fantasztikus tehetség volt, és nem csak Magyarországon, hanem talán egész Közép-Európában is hírekelt annak, hogy ő micsoda gitáros. Persze ma már vannak sokkal jobb gitárosok technikailag, viszont akkor ő volt az egyik első, aki ezt forradalmasította, és azt hiszem, hogy Radics Béla az egyik olyan ember, akinek köszönhetjük azt, hogy ezt a világot, ezt a zenei kultuszt, ezt behozta Magyarországra,
Szerintem ő volt az első, aki valahogy, valami módon tökéletesen lehallgatta a Jimi Hendrix és Eric Clapton nótákat, és hogy hatalmas élmény lehetett az embereknek, hogy hirtelen élőben ezt ott meg tudják hallani valahol. A Radics, a Megátkozott ember című filmet október 15-én mutatják be Budapesten az Eiffel Műhelyházban. A film forgatásával kapcsolatos kulisszatitkokról pedig Rák Zoltán a Weekend című műsorunkban is mesél. Vidd anyának, kicsikém, vidd anyának, meg akarja nézni. Motorost ütöttek el szerdán délután Nyíregyházán, a 4-es főút városi szakaszán, a Debreceni úton. Az egyik benzinkútról hajtott ki egy autós, aki nem vette észre az érkező motorost. Az ütközésben a motoros megsérült, őt a mentő szolgálat munkatársai látták el. Az anyagi kár jelentős, a helyszínen és idejére korlátozta a forgalmat a rendőrség. A hagyományokhoz híven július utolsó hetében idén is képzőtábort tart kosarasok számára a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Continental Arénában 6 edző foglalkozik 32 fiatallal. A cél a hibák javítása és az erősségek fejlesztése, valamint az, hogy a játékosok felkészüljenek az augusztus 1-én kezdődő alapozásra. Közös bemelegítéssel indul a délelőtti edzés, majd miután az izmok és az izületek elérték az üzemi hőfokot, kezdődnek a kiscsoportos foglalkozások. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks 6. alkalommal rendezi meg a szezonkezdés előtti képzőtábort, amelyre ezúttal 32 fiatal kosárlabdázó jelentkezett. Az edzők napi 2 alkalommal tartanak képességfejlesztő tréningeket. Délelőtt délutáni napi foglalkozások vannak, délelőtt inkább az egyéni képességfejlesztés, délután pedig a csapatedzések vannak hangsúlyban. 5-6 edzővel dolgozunk egész héten, korosztályokra lebontva, U14-es, U16-os, illetve U18-as korosztályok külön szedve. Amit létszámmal tudunk dolgozni, azzal dolgozunk. Egy hét alatt azért elég nehéz arra a szintre felhozni egy játékost, amit én úgy gondolom, hogy képviselni kell, de igyekszünk minél több tudást átadni a fiataloknak. Természetesen azért mindenkivel külön foglalkozni, egy edzővel vagy 2 edzővel igen nehéz, de azért nagyon sok mindent ad ez az egy hét. Az edzések mellett arra is jut idő, hogy a közös programok révén a srácok jobban megismerjék egymást. Összehozza a megyei egyesületek játékosait, akik korábban ellenfélként játszottak együtt, most egy tábor részvevőjeként együtt közösen élvezhetik a kosárlabdát, szóval szerintem ez nagyon fontos. Nagyon örülök, hogy a záró rendezvényünkön, a megyei Jamborin 150-200 gyerek vett részt több egyesületből. Ugye ez egy más típusú tábor, ez egy képző tábor. Itt jellemzően a sportcentrumnak, a Nyíregyházi Sportcentrum és az élsport játékosai vannak. Ennek az a célja, hogy fölkészítsük őket az augusztus 1-én kezdődő alapozásra. A képzőtábort az elmúlt években minden alkalommal meg lehetett tartani, de van olyan sorozat, a megyei felnőtt bajnokság, amelyet újra kell indítani. Azért dolgozunk, hogy a úgymond rekreációs kosárlabda is visszatérjen a megyébe. Ennek nagy hagyománya van. A Covid alatt kicsit visszaesett, úgyhogy a tavalyi szezon sajnos nem indult el. Idén viszont szeptembertől mindenképpen szeretnénk a nyíregyházi, illetve a Szabolcs megyei csapatokat bevonni ebbe. Fölveszik velük a kapcsolatot, megteremtjük nekik a lehetőséget, hogy egy felnőtt bajnokságba elindulhassanak. Felnőtt szinten a férfiaknál az NB1 gyárcsoportos Hübner Nyíregyháza Blue Sharks és az NB1B zöldcsoportban induló Sunshine Nyíkse, a nőknél pedig az amatőr NB1 zöldcsoportban szereplő nyíregyházi kosársúlyi képviseli Szabolcs-Szatmár Bereg megyét. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A Szamos folyón történetének eddigi legkisebb vízszintjét mérték múlt szombaton a vízügyi szakemberek. 12 cm-rel alacsonyabb volt az érték, mint a korábbi rekord. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területén jelenleg másodfokú aszályvédekezési készültség van érvényben. A rendkívüli szárazság miatt több területen öntözési korlátozásokat vezettek be. A hetek óta tartó szárazság nem csak a megye folyóit terheli meg, folyamatosan küzdenek a tűzoltók is a szabadtéri tüzekkel. Speciális, páncélozott jármű is segíti a lánglovagok munkáját, amelyet idén már többször is bevetettek a szakemberek. A szabadtéri tüzek 2/3, közel 1200 eset Szabolcs-Szatmár Bereg megyében keletkezett. Életrajzi film készül a 70-es, 80-as évek legendás magyar gitárosáról, Radics Béláról. A zenészt a Móricz Zsigmond Színház művésze Rák Zoltán alakítja majd.
A filmben feltűnik majd Rutka Róbert, Mátyás Attila, Rudán Joe is. Radics Béla szüleit pedig Trill Zsolt és Zsurs Kati alakítja majd. A kulisszatitkokról Rák Zoltánt kérdeztük. Július 28-án csütörtökön a Kölcsei televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd önöket. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Csütörtökön éjszaka derült és borult időszakok váltogatják majd egymást, a hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul. Pénteken napközben borult idő várható, csapadék nélkül, délután 32-34 fok valószínű. A hétvégén kisebb lehűlés jön, szombaton több, vasárnap kevesebb esővel.